Imáron sokadik alkalommal került megrendezésre a tavaszi nyári körömhajó, amit rendkívül vártam, hiszen ezen a rendezvényen mutattuk be a tavasz és a nyárnak a hivatalos trendszíneit és a trendi díszítéseit, és hát igazán a szívemhez közel álló színeket hozott most ki a Krisztánész is. Ugye az idei trendszínekből, amik ugye a ruhákból is és kiegészítőkből is trendszínek lesznek, és ezeket mutattuk be tulajdonképpen a színpadon is. A mai workshop alkalmával a szalonmunkában adtam betekintést a látogatóknak, miszerint egy szalon pipekörmöt készítettem el. Az idei Krisztánész tavaszi-nyári trendszíneivel, azon belül is ugye a Hókristály kollekciónak a neon színeivel készítettem a körmöt. Tulajdonképpen mindig az új színek, ami nagyon fontos, legalábbis a vendégeim számára. Ők is már mindig várják a körömhajót, és mindig kérdezik az újdonságokat, utána néznek az interneten, és mindig az új színvilág, az új variálások, az újabb technikák, az újabb minták, mert ugye a minta az kifogyhatatlan, és ezek mindig érdekesek. Szerintem mindegyik rendezvény nagyon-nagyon jó, de viszont látszik mindig a fejlődés. Minden helyről egyformán jól lehet látni, tehát hogy ránagyítanak tényleg, mi is látjuk, mintha ott lennénk az asztalnál, és az azt gondolom nagyon fontos.